Terrorszervezetekkel ápolt állítólagos kapcsolataik miatt menesztették három délkelet-törökországi, főleg kurdok lakta város Diyarbakir, Van és Mardin polgármesterét. Helyükre ideiglenesen a tartományi kormányzó került. A belügyminisztérium közlése szerint az érintettek támogatták is a szélsőséges szervezeteket, ráadásul a kurdbarát Népek Demokratikus Pártja annak ellenére indította őket jelöltként a márciusi helyhatósági választáson, hogy terrorszervezet alapítása és irányítása tagság vagy terrorpropaganda gyanújával nyomozás folyt ellenük. Diyarbakir városának távozó vezetője Selçuk Mizrakli az 1999. augusztus 17-i földrengéshez hasonlította a történteket. Mint mondta, a mostani események a politikai és demokratikus értékeket rengették meg alapjaikban, az egész jogállamiságot Törökországban. Mizrakli ellen ugyanakkor elfogató parancs nincs érvényben. A rendőrség mindhárom önkormányzat épületét körbevette és átvizsgálta. Az ankarai belügy szerint az EU és az Egyesült Államok által is terrorszervezetnek minősített kurdisztáni munkáspárt, amely évtizedek óta fegyveres lázadást folytat Délkelet-Törökországban, valamint annak leágazásai egyes polgármestereken keresztül törvénytelen célokra használja fel az önkormányzatok forrásait.